Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy jóslás, ahol megtekintjük azt, hogy mi történik nálad a következő napokban, hetekben, mi vár rád. Itt látható ez az arany érem. Ez jelentheti az anyagiakat, hogy rendezned kellene az anyagi dolgokat. Persze utal a munkára, a hivatásra is, ebben az esetben ez a kártya jelent egy új kezdetet. Az arany érménél értékekről van szó. Ez jelenti a belső értékeket is, hogy bízz magadban. Legyen meg ez a magabiztos fellépésed, hiszen te is tudsz nyújtani másoknak valamit. Megvan a tudásod, megvan a tehetséged, megvannak a lehetőségek. Itt a négyes szám azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat illetően, vagy a munkát illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is. Itt vannak bizonyos dolgok, ami a jelent illeti, vagy a múltat, amit szeretnél megtartani, hiszen úgy érzed, ez biztos. Itt megvan a biztonság érzete. Hogy ez jót tesz-e számodra, ez itt a kérdés. Mert jó lenne jelenleg bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat megoldani, vagy ettől elbúcsúzni. Nem kell mindent fogva tartani, hiszen ez zavarhatja most ezt az új kezdetet. Persze ez a kártya, a négyes szám, a biztonság érzete, vagy ez a tekintet, hogy valamit meg kellene tartani, ez utalhat a te lelki társadra is, hogy ő szeretne még valamit megtartani, mert fél a változásoktól. Itt érzelmekről is szó van, hiszen a kejhek utalnak az érzelmekre. Itt van egy kis húzavonat, tegyem vagy ne tegyem, kimutassam-e az érzelmeimet, igen vagy sem, hogy viszonyul ő ehhez, ezt nem lehet jelenleg tudni, hiszen ő nem nyitott jelenleg érzelmekről beszélni. De ha te mész a saját utadon, és le tudsz zárni olyan dolgokat, ami megbántott eddig, ami szomorúságot vált ki belőled, légy bátor, tedd meg ezeket a lépéseket, ne tekints vissza, ne tekints a háttérbe, hanem legyen meg a bizalom, hiszen ő követni fog téged. És pontosan ez látható itt ezen a kártyán. Akkor is, ha ő nem tudja, hogy mi következik, vagy melyik irány lenne jó, hiszen nem ő hozza most a döntéseket, hanem te hozod meg ezt a döntést, ő bízik benned, és követ téged. Nála vannak még itt kihívások. Mások beleavatkoznak a dolgaiba, mások akarnak dönteni a feje fölött, de ő kilép ebből a helyzetből. Ezt ő nem engedi meg. Akkor is, ha itt még vannak harcok, kihívások, nem rohan el, hanem az számára fontos, hogy azon az úton járjon, amin te mész, mert követ téged, és ő maga fogja ezt a döntést meghozni. Itt a kettes szám utal rátok, rád és ő rám. Azon kívül jelenthet szerződéseket, a munkahelyi dolgokról van szó. Itt az lenne a legfontosabb, hogy áttedd magad a félelmeken és a bizonytalanságokon,
azon kívül, hogy ő is áttegye magát a félelmeken és a bizonytalanságokon. Ezt ő meg fogja tenni, hiszen itt látható, hogy megvan hozzá az élet ereje és a bátorsága, átteszi magát a nehézségeken. Nála nem könnyű most konkrétan döntéseket hozni, hanem az számára a fontos, hogy te menj előre, és ő követni fog téged. És ez az irány, ez a szerelem, ez a kapcsolat adja számára az élet erőt. Itt látható a csillagkép, ami szerencsét hoz, de azt is jelenti, hogy megvan a bizalma. Ő megbízik benned, és tudja azt, hogy te jó döntéseket hozol, és ez az irány, ahol te lépéseket teszel, számára is jó, kedvező, segít neki. És itt a csillagkép jelenti azt is, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen fogtok lenni, és szerencsét fog hozni ez a döntés, ez az irány, szerencsét hoznak ezek a változások. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!